Nyíregyházán 16 ezer lakossági fogyasztó van, akiket fűtés és meleg vízszolgáltatással lát el a nyírtávhő. Közülük körülbelül 1000 fogyasztónak nincs költségosztója a fűtőtesteken. Akinek nincs ilyen mérőeszköze, naptári év szerinti elszámolás alapján fizet többletfogyasztás esetén. Január 1-én leolvasták a tavalyi értékeket. Ezt a számlát a következő héten érkező februárival együtt kapják majd meg a felhasználók. Ott, ahol van költségosztó, fűtési időszakot számolnak el, a leolvasásra pedig május 15-én számíthatnak a lakosok, és nyáron küldik a számlát. Melegvíz felhasználást kétszer számolnak el a nyírtávhőnél januárban és júliusban. Ezt a számlát is a következő héten kapják meg a fogyasztók. Januárban az elmúlt 20 év átlaga, és erre terveztük a január hónapot, az mínusz 1 fok körül volt, tehát 20 év átlaga. Ezzel szemben a tényhőmérséklet mínusz 5,5 fok volt, tehát sokkal hidegebb volt. Ez körülbelül 15%-kal nagyobb fogyasztást jelent a lakossági fogyasztóinknál, és hát emiatt ugye itt a számla is egy picit majd magasabb lesz. Én azt tudnám erre mondani, hogy azok a lakossági fogyasztóink, akik alacsony előleg számlát választanak, azok talán a következő 2-3 hónapban egy emeltebb összegű számlát kellene, hogy fizessenek, tehát 1-2 ezer forinttal meg kellene emelni az előleg fizetésüket. Az ügyvezető tájékoztatása szerint erre azért lenne szükség, mert az elszámoláskor így nem lesz a felhasználónak befizetési kötelezettsége. A plusz költségek kifizetésében, ha szükséges, segít a szolgáltató. Alapítványon keresztül szociális támogatás igényelhető, illetve részletfizetési megállapodást tudunk kötni 6 hónapra, azokkal, akik valamilyen oknál fogva késedelembe esnek, ezt minden esetben az ügyfélszolgálatunkon kell kezdeményezni. A szolgáltató ebben az esetben kamatmentesen biztosít pénzügyi segítséget felhasználói számára.